A bunyevácok eredetéről, nemzeti etnikai hovatartozásáról megoszlik a tudományos szakirodalom állásfoglalása. A Bácskában élő horvát népcsoport tagjai a nyugat-hercegovinai nyelvjárás íző változatát és a latin betűket használják, bár nyelvük közelebb áll a szerbhez, és nagyon közel áll a horvát irodalmi nyelvhez is. Vallásukban a horvátokhoz kötődnek. A bunyevácok több magyarországi néprajzi csoporthoz hasonlóan viseletükön keresztül igyekeztek a világ elé tárni anyagi helyzetüket. Hímzéseiken kedvelték a fehér színt, és nagyon ügyeltek a színnel együtt járó követelményre, a tisztaságra is. A népcsoport kultúrájából kaphattak egy kis ízelítőt a pécsi Miroslav Kleza oktatási központ diákjai. Mindenkinek a sajátja a különleges. Nekem mindig is ez volt az első szó, amit otthon tanultam, itt tanultam megbeszélni. Nekem ez a szívembe van, és ezért nekem különleges, de minden népcsoportnak a sajátja valószínűleg a legkülönlegesebb. Próbáltam, hogy az egész iskola részt vegyen ebben hogy bemutassák az én nemzetiségemet, és így az óvónénit kértem meg például, hogy az elsősöket, az óvodásokat tanítsa be. Akkor, mivel én népismeretet tartok, így a népismeret óra keretein belül 8-osokkal készítettem elő a színdarabot, meg a táncot 7.-6.-ba, és akkor van egy-két, próbáltam azokat a gyerekeket is berakni, akik bunyevác származásúak, akkor ők fognak szavalni szintén bunyevác verseket, és így próbáltam, hogy mindenki részt vegyen. Az iskolának vannak népviseletei, bunyevác népviseletei, a táncosaim például abban lesznek, de otthonról hoztam saját népviseleteimet, a szüleimét hoztam el az énekeseknek, meg akik szerepelnek a színdarabba, ők, de azok sem már eredetiek, mert a mi népviseletünk ugye selyemből készült, ami az idők folyamán teljesen szétment, eredeti nekünk nem nagyon van, ezek már mind később lettek. Mi ugye bunyevász táncot táncolunk, lesz benne kóló, páros táncok és mindenféle. És szerintem azért fontos, hogy megőrizzük a régi népnek a szokásait, úgymond, a táncait, azt a sok boldogságot, amit adtak nekünk, és ezt fontos, hogy megtartsuk. Én ugye táncolok a Tanács néptánc, egy horvát néptánc együttesben, és ott ugye táncolunk bunyevásztól kezdve minden egyes népcsoportot, és sok helyet meg is látogatunk. Ez a saját ruhám, mert hogy én bunyevác vagyok, a nagyszüleim anyukám oldaláról. Ilyen Bács-Kiskun megyéből jöttünk, és nekem nagyon fontos, hogy a nagyszüleim hagyományát megőrizzem, és ugyanúgy én is abba a tánccsoportba táncolok, ahogy a Csanád, a Tanácsba, és nekem a legjobb szerintem a bunyevác, mert nyilván abba érzem jól magam. Ha rajtam volna, egész nap ezt a ruhát hordanám. Az egész identitása azon alapul, hogy a nyelv, meg hogy hova tartozás, meg hogy megismerjék az egész horvátságot, megismerjék az őseiket, a nagyszüleiket, és persze órákon is megjelenik, de nagyon fontos az, hogy legalább egyszer egy évben legyen az, amikor csak erről van szó, és hogy ez mit jelent, és ez keresztül megy a nyelven, a kultúrán, a hagyományokon, a verseken, a játékokon, és ezt szerintem jobban megjegyzik, mint hogyha órán mondanánk el. Nagyon szeretik, a nagyobb korosztálynál azért már nyűg, hogyha meg kell tanulni verset, de amikor már odaérnek és ott vannak, akkor látják azt, hogy milyen jó, meg amikor a szerepek vannak, vagy a táncok, azt nagyon szeretik, a kicsik főleg. Hát a kicsiknél, akik még nem tudják annyira a nyelvet, neki természetesen a mozgás, a tánc, az ének, az nagyon sokat jelent.
és a nagyoknál viszont, amikor már ott vannak, hogy tovább jutottunk, meg nyertünk, meg nagyon jó, meg látják a társukat, hogy mi van, azt nagyon szeretik. Ha a Bácskában a magyar és a szerb oldalon egyaránt élő bunyevácokat egységes nyelvi, vallási és kulturális egységnek tekintjük, a népcsoport lélekszáma megközelíti a 100 000-et. A hazai népszámlálás adataiból kitűnik, hogy a magyarországi Felső-Bácskában a hagyományosan bunyevác települések mindegyikén a bunyevácok többsége horvátnak vallja magát.